Jó napot kívánok! Galai Dávid vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje. Mai napomat itt töltöm önökkel a 15. kerületben. Kövessenek! Itt vagyunk a főtértől nem messze. Igazából csak pár lépést jöttünk, pár száz métert tettünk meg, és minden megmutatható, ami a köztisztasággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos. Az elmúlt hetekben másról sem lehetett hallani a kerületben, csak a lomtanításról, a lomtanítás fontosságáról, és arról, hogy mennyire fegyelmezetten oldja meg a kerület lakosság ezt a kérdést. Talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehetne rendezetté, tisztábbá tenni ezt a kerületet. Én hiszem azt, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom és én, mint a kerület képviselője, jövőbeli képviselője rendet fogunk tudni tenni együtt, közösen. Kerületünk másik legnagyobb problémája a parkolás. Láthatjuk, parkolnak a járdán, parkolnak a kocsik előtt. Ez a mindennapi életünket az itt élők életét teszi nehézzé, és lassan már lehetetlenné. Muszáj valami megoldást találni rá, én azt javaslom, legyen minél több P+R parkoló. Az megoldaná a parkolási kérdéseket. A következő nagy problémánk az utak állapota. Itt mögöttem a Rákos úton napi szinten több ezer autó halad el folyamatosan. Természetesen ez a probléma nem csak erre az útvonalra vonatkozik. Ez a probléma kerület szintű. Nagyon-nagyon rossz minőségű és elhanyagolt az úthálózat. Fizetett adónkat az utak állapotára kellene fordítani. Legalábbis erre szokták elvenni tőlünk. Mi mindenféleképpen erre fogjuk költeni. Felvetett problémákról kérdezzük most meg az utca emberét. Mi zavarja? Hát a közutak, a buszmenetrendek, a buszok, és ez a sok kátyú, ami végig megy a busz. Hát... A közutakról van véleményem, mert sokat vezetek erre, hát ez eléggé gyatra sajnos, arra ráférne a felújítás. Az egyik program az, amit lehetne változtatni. Ugye éves szinten 1 milliárd fölötti adóbefizetel van a önkormányzatoknak, most már nem. De hogy igazából az elmúlt 5-6 évben nem nagyon folytottak fejlesztést arra, hogy a közutak rendbe jöjjenek. Családi házak környékét, még az úttesten sem igazán takarítanak, hát még a járdán. A parkoknak úgymond a tisztasága, az a tapasztalatom, hogy az ilyen eldugottabb helyeken nagyon sok szemét halmozódik fel, illetve a kivezetőn, az M3-as kivezető melletti szakaszon. Ez igazán engem nagyon zavar. Az önkormányzat talán ott kellene rendet tenni, szerintem. Igen. Ez nagyon nagy zűrzavaj. Palota meghalt gyakorlatilag, nem fejlődik semmi. Nézze meg a szomszédos kerületeket.